kék-sárga rangadóval kezdi meg hazai szereplését a tiszta sárga mezben szereplő Gyirmót FC Győr a Mercantil Bank Riva 2024-25-ös idényében. Cseri szabadrugása veszélyesen érkezett, és ami eddig hiányzott a mérkőzésbe, az most megérkezett ezzel, ugyanis az első helyzetet feljegyezhetjük. Egy hosszú indítással Horvát nem tudta aztán megszelídíteni két védő gyűrűjében, Zohán és Cseri is támadta. Cseri egy mélységi indítással, és ez bizony veszélyes. Hásfalvinak kellett nagyon észnél lennie. Szóval a harmadik percben minden bizonnyal Ugrai Roland szabadrugását láthatjuk, majd Ugrai lövése, ez most a sorfalban halt el. Ott van még Katona előtt, és ez pedig a blokkról vágódik szögletre. Első ízben veszélyeztet a Gyirmót, méghozzá az első félidő derekán. Azóta Lányi Bence mehet, és vele szemben egy kemény szabálytalanság, de mehet tovább a Gyirmót. Horvát lövése, és egy óriási gól. 31. percben Horvát befelé tört, és a bal lábára húzott, aztán pedig kilőtte a hosszú alsót, a jobb alsó sarokba célzott, és védhetetlen lövéssel a Gyirmót FC megszerzi a vezetést a 31. percben. Egyelőre Krausz meg tudta még tartani Ugraival szemben, Cseri Tamás, szép volt a csele, viszont előre nem jutott vele a csapata. Hudák aztán ott egy hajmeresztő pozícióban vállalkozott cselezése Szalai, és egy óriási blokk Hudák Dávidtól. Ugrai, nagyon szép volt a csel, aztán a blokkban hal el a lövés, de még ott van Katona előtt, Lányi beadhatja a hosszú sarok irányába, Adamcsek, még ott van Ugrai előtt, és Ugrai lövése, és ezzel pedig 2-0, 44. perc eleje, 43. perc végén Ugrai Roland a második gólját is megszerzi, tétmérkőzésen gyirmóti színekben. Madarász Márk a sarokrugással hosszú sarokra érkezik, és a fejes, ott is van a harmadik gól, viszont a játékvezető nem adja meg, méghozzá lökést láthatott Szigetvári Márk játékvezető. Cseri az, aki elvégzi, Cseri lövése, és Hásfalvinak kellett vetődnie, de nem okozott gondot Hásfalvi Andrásnak. Hudák meg tud indulni, és még mindig ő, Ugrai akár lőhet is, majd alálöbből. És nem sokon múlott, hogy ott legyen a harmadik gyirmóti találat is. Hásfalvihoz hátra került, akinek második félidőben egyszer kellett játékba avatkozni. Most egy szabad lövő pozíció, és amint ezt kimondom, most egy komolyabb védést is be kell mutatni a Hásfalvi Andrásnak. Majd pedig érkezik az ismétlés, Hudák. Belöbbölt labda ez, most nagyszerű volt Cseri törés, óriási zicser maradt ki Bányai, aki csereként érkezett a mérkőzésbe. Posztobányinak kiugratás, ez ismételten csak Hásfalvi András számára volt nagyon csak pontos. Újabb szöglet, mezőkövesdi oldalon. Megszokott módon Cseri Tamás a labda mögött, rövidre érkezik. Bányai tudja még tovább tenni, és a lövés. Ez most nem Hásfalvi múlott. És ha ez nem lenne elég, most a Gyirmót vezethet egy kontrát, és Molnár János nagyon gyors. Érkezik Piscsúr is, Piscsúrnak a bal lábára érkezik. És egy szögletre, így is jó lesz a Gyirmót. Érkezik a beíverés, Piscsúr! Egy fejesig ezen a mérkőzésen is eljut. Helembai úgy indul meg, mintha a saját csapata lenne. Hátrányban és egy lövés, nem sokon múlott a harmadik. És meggyőzően kezdi a bajnokságot Tamási Zsolt csapata, ebben a pillanatban ér véget a mérkőzés. Az első fél időben esett góloknak köszönhetően a Gyirmót 2-0-ra legyőzi az NB1-ből kiesett Mezőköves csapatát. Itt tehát a végeredménnyel búcsúzom, Gyirmót FC Győr, Mezőköves Zsóri FC 2-0.